Sziasztok! Üdvözletem egy másik videóban. Éppen hazafele menet, akkor megálltam itt is. Amikor legutóbb itt jártam még tavaly, itt az Albert Érsei Transformátor telepnél, akkor írta valaki kommentbe, hogy a tampája is itt van, amit akkor nem vettem észre, mert ugye, tehát, hogy itt is vannak oszlopok, annyi van itt mindenfele, de nem, ez a három villanypózna, ez a Mavirnak a tampájája, tehát gondolom, erős áram a villanyszerlők, hogy hát akik ilyen nagy feszültségű kábeleket javítgatnak, meg telepítenek, így gyakorolnak ezen. Tehát tényleg itt van három villanypózna, ami rajta van a vezeték, de sehonnan, sehova nem megy. És ez a fajta villanypózna, ezt azt hiszem fenyőnek hívják, így az alakja miatt. És mostanában inkább ilyeneket raknak le. De kicsit közelebbről megnézem akkor őket. Hát végül is a tampájából sokat nem tudtam megmutatni pluszban, mert belül közben az aksi, és igazából azon kívül, hogy három pózna van egy helyen vezetékekkel, nem sok érdemi dolog van, egy pár képet az érőtte, viszont itt van egy iparvágány. De látszólag ezt sem használják már nagyon régóta. Ez a Mirelit írsa, ebben bevezető, hát a vasútállomás itt van már nem messze, de hát itt most ezt biciklivel nem tudom követni, de felírtam minden eset, hogy van itt egy ilyen, és lehet, hogy egyszer majd le fogom sétálni. Mavir tampáján kívül, hát itt van egy iparvágány, és ráadásul azok felsvetét tartó oszlopok, lehet, hogy ez még villamosítva is volt fénykorában. De mondjuk benne a gyárban meg nincsenek oszlopok, tehát ez így meg már megint érdekes. Hát vagy hogyha nem villamosítás, akkor mik voltak azok a póznák? Hát jó kérdés. Mindenesetre majd szomjan halok, úgyhogy valami enni-inni valót is venni kéne lassan. Mert a vonatig még bőven van időm. Lehet, hogyha akkor menjünk, aztán hajrá, meg kell találni az állomást. Egyébként itt van már, nem veszély, ide már halom a vonatokat, meg látom a felső vezetéket, és valahogy itt el kéne oda jutni. Úgyhogy akkor megyek is, na, sziasztok!